Sziasztok! A mai videóban összegyűjtöttem nektek öt olyan zöldséget, illetve öt olyan gyümölcsöt, ami veszélyes a hörcsök számára, szóval ezeket mindenképp kerüljétek el, és ne adjatok nekik ilyeneket, mivel akár halállal is végződhet, hogyha ezeket megeszik. Nézzük is, hogy mik ezek a gyümölcsök és zöldségek. Lássuk először a zöldségeket. Ilyenek például a káposztafélék, Prokolit viszont kis mennyiségben adhatunk, viszont nagy mennyiségben pufadást okozhat, szóval az az egy, ami a káposztafélék közül esetleg adható. Hagymaféléket tilos adni a hörcsök számára. Tiltólistás a padlizsán is. A hörcsögök burgonyát sem mehetnek. Illetve nem kaphatnak retket sem. Ezek a zöldségek mind kis mennyiségben is pufadást okozhatnak, ami betegséggel jár, szóval kerüljétek el. Az itt felsorolt zöldségek pufadást okozhatnak a hörcsök számára, illetve mérgezést kis mennyiségben is betegséget okozhatnak, szóval semmilyen esetre sem adjatok ezekből a dolgokból. Na is van számtalan olyan gyümölcs, ami szintén veszélyes a hörcsök számára, úgyhogy nézzük meg, hogy mik ezek. Nem adhatóak a hörcsögöknek egzotikus gyümölcsök. Nem ehetnek semmiféle citrusfélit, se citromot, se narancsot, se mandarint, se egyéb hasonlókat. Nem ehetnek barackokat sem. És a szilva is tiltó és annak ellenére, hogy mi emberek nagyon szeretjük a cseresznyét, a hörcsögök ebből sem kaphatnak. Ezek is szintén haspanést, illetve pufadást okozhatnak, szóval mindenképpen javaslom, hogy kerüljétek előket, és még kicsi falatokban se adjátok oda az állatnak. Ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, ha itt voltatok és ha végignéztétek, ha tetszett, gyertek, iratkozzatok fel, és találkozunk nem sokára majd egy következő videóban, addig is sziasztok!